szeptember 7-ét a Nemzetközi Fair Play Bizottság kijelölte a Fair Play napjává. Ezeket az 63-ban alakult a Nemzetközi Fair Play Bizottság. Eddig ez nem került szóba. 2013-ban javasoltam az UNESCO felé, hogy legyen Fair Play napunk, az IOC is javasolta, de mind a mai napig ez hivatalosan nem ment át. Elhatároztuk, hogy nem várunk, hanem kijelöljük azt a napot, amelyhez ez történelmi események is tartoznak, és a Fair Play napján mostantól kezdve szeretném azt, hogy mindenhol a világon, iskolákban, szervezetekben, sportszervezetekben, társadalom különböző szervezetében ezen a napon legalább egy mondat hangzol el, hogy létezik Fair Play is, és ha erre sétálnak fiatalok vagy öregek, mindenki rátekintett erre a három fára, ami hát szimbolizálná ezt a jelképet. Érzelmileg is kötődöm ehhez a helyhez. Ahhoz a helyhez, ami szimbolizálja számomra mostantól kezdve, hogy három fát ültettünk el a Fair Play nevében. Életem eddigi és azutáni életét is szimbolizálja ez a három fa. Mi építünk, mi a jövőt próbáljuk tovább építeni, és tulajdonképpen a fellövő generációk, akik erre járnak és látnak egy kis táblát, hogy a Fair Play több, mint egy győzelem, szimbolizálja, és ha felnőnek, akkor ezt fogják képviselni.